már annyiszor. Ciao, Levente. Sziasztok, srácok. Levente. Sziasztok. Mint egy 6 perc, 43 másodperc ezelőtt egy szomorú megállapítást tettél az élet, a világ, mindenség, meg minden témában. És azt mondtad, hogy a mai fiatalokkal nem lehet beszélgetni. Hát igen. És itt a beszélgetés alatt nem azt értjük, hogy hülyék, vagy mit nem tudom. Tehát nem ilyen szempont alapján nézzük meg ezt a nem beszélgetést, vagy az szóval alfa generáció szociális képességei. Hanem inkább olyanok, mint a szakbarbárok, hogy csak az érdekli őket, amihez értenek, és fordítva? Mondhatni, igen. Tehát, hogy mondjuk egy gamerkelőkkel tudsz beszélni a gámáról, vagy nem tudom, és így tovább, és semmi máshoz nem ért, semmi más nem érdekli? Nagyjából. Tehát, hogy igazából itt az a probléma alapvetően, hogy itt gyakorlatilag a kommunikáció, itt nem az a probléma, hogy mennyire választékos valaki, vagy mennyire használ olyan szavakat, hogy úristen, most a szép irodalomba beletehetjük, elfoglaljuk a nevét imádsággal, stb., hanem hogy egyszerűen és itt ugye megint egyébként valamilyen szinten érthető a dolog, felgyorsult a világunk, és ugye nagyon sokan kérdezik, hogy de ennyire? Igen, ennyire. Tehát, hogyha mondjuk elmegy az ember például falura, akkor ott gond nélkül lehet beszélgetni olyanról, hogy milyen szép az idő. Gond nélkül lehet beszélgetni kutyáról, családról, emberekről, Marika mit csinált, mit főzött tegnap, stb. És ezt már például nem lehet megtenni városban, de generációk között is gyakorlatilag bizonyos generációnál már nem lehet ezeket a beszélgetéseket megejteni, mert így rád néz, hogy és mit akarsz. Na, de hát ez a generáció miről tud akkor beszélni? Na ez az. Tehát ennyire semmiről? Én azt hiszem, hogy nagyon érdekes átalakulás van, már én is egyébként sokkal nehezebben szocializálódom, vagy szocializálódtam, mint mondjuk a nálam 10 évvel idősebbek, de még a nálam 10 évvel fiatalabbak, vagy sőt, legyen csak a nálam 4-5 évvel fiatalabbak is, gyakorlatilag itt azt kell mondjam, hogy ha ital nincs, akkor semmi nincs. Tehát, hogy nagyon a mai fiatalok körében most akkor az alkoholizmus? Nem feltétlenül az alkoholizmus. Az alkoholizmus, ugye van ez a mondás, hogy mikor mondja az anyuka a gyereknek, hogy az alkohol az nem kell a piához, meg nem kell vagy a piához, fia, vagy nem kell az, hogy jól érezd magad, de hát persze a futócipő se kell az, hogy fussál, de azért kurva jól jön. De most nálunk már nem futócipő van, hanem láb. Tehát itt gyakorlatilag láb az alkohol a futáshoz, úgymond. Én ezt vettem észre, akkor viszont kurva jó fejek a srácok, de valamiért ez a generáció egyébként, aztán lehet, hogy minden generáció csak... Minden ilyen, hát régen is ittak, mi is ittunk, igen, apáink nem azt mondom, hanem hogy tele van sérülésekkel. De ez mindig tele van, volt, melyik korszak nem volt tele sérülésekkel? Igen, de azért most sokkal jobban kijön egy olyan sérülés, hogy tehát sokkal többet látnak az emberek már a világból, főleg a fiatalok. És én azt vettem észre, hogy sokkal több a vágyakozás, és én ide vezetném vissza ezt az egészet, hogy sokkal többet vágyakozik már mindenki. Ami alapvetően nem lenne rossz dolog, de nagyon sok olyan emberkére, fiatal emberrel beszélgettem, aki egyszerűen depresszióba esik, mert ő nem olyan életet él, mint mondjuk egy Insta celeb, érted? Holott az Insta celeb se olyan életet él, mint amit mutat. Igen. Tehát, és ennek ellenére egyszerűen az a természetes, van egy ilyen természetes ez a van egy most nagyon menő Facebook oldal, ugye, és ott menő gyakorlatilag az, hogy az ember nem sikeres. Tehát valamiért ez az önsajnáltatás, megnézed az összes YouTube top comment, vagyis hát nem is az összes, de mondjuk így a fele, az biztos, hogy az, hogy ez az önsajnáltatás. Tehát most mit tudom, mondok egy példát, vettem egy új Toyota Yaris-t. Nem egy irigyés, sem méltó dolog, én azt gondolom, például, nem feltétlen azt mondom, hogy Isten, de jó lenne azt a mennyiségű fénynek a 1%-át birtokolni egy Toyota Yaris-nak, de hogy így mondjuk, mit te, van egy csávó, aki így kirakja, hogy vett egy Toyota Yaris-t, akkor az első komment az, hogy úristen, a Yaris kipufogójára sincs pénz. Vagy
az a mennyiségű pénz van a bankszámlámon, amit betankolt az új Yarisba. Jaj. Érted? És ez most így menő, hogy lehet, hogy régen is ez volt, csak régen ezt nem törgölted a másik oldalra. Most már menő így ezen bedepizni. Figyelj, tudod, különben én azt mondom neked, hogy én nagyon nehezen fogalmaztam meg magamban ezt a változást, a világ változását. De egy módon sikerült értelmes megfogalmazáshoz jutnom, hogy ott van a te viking mániát például. Tehát, hogy egy viking... Viking, hát a vikingeskedés, hogy mondjam ezt? Mondom. Tehát, ha egy viking menősködni akar, akkor elmeséli a kocsmában, hogy az életlen baltájával, amivel már gyújtó sem tud hasogatni a feleségének, 14 ellenség fejét tudta bezúzni egy korsó sör megívása alatt, úgyhogy nem döbbent ki a sör. Érted? Tehát valami olyan ultra férfias, erős, menő cselekedetre biztatja magát, ad hangot, színezi ki a történetet, amitől erősnek, alfának, hímnek, kanosnak, érted? Tehát olyannak látszik, ami ezt jó feleség, azt tök mindegy. És ez legalább egy férfi. De, és itt most legyünk PC-k, tehát attól még lehet valaki férfi például, hogy meleg, mert attól még lehet jó nagy baltája és csaphat szétfele ellenség fejeket. De inkább itt arról van szó, hogy a mai világban, ez számomra egy bizonyos réteggel, az emósokkal kezdődött, divat lett nyomoréknak lenni. Nyomorultnak, szarnak, sírósnak, depisnek, érted? Tehát nem is lánynak, nem a nőies aspektus, hanem a hisztis kis hülye gyerek aspektus, aki a madaras teszkóban a földhöz veri a seggét, ha kapja meg a játékát. Igen, igen, pontosan. Érted? És el, nem is ellányosodtak, hát ilyen löttyet takony lett ezekből az emberekből, ahelyett, hogy férfiak lennének például. Ugye? Igen, tehát ez a divat nyomorékság, ez engem azért nagyon megcsinál. Igen, tehát, igen, divat nyomorék. Simán bazd meg, emberek olyan szintű kijelentéseket tesznek, meg olyan szinten hogy mondjam, tehát ez megalázó nekem néha. Tehát tudod, hogy hallgatom, és ilyen kínos ez a cringe, tudod? Tehát, hogy mondom, de anyád, ember, engem ez nem érdekel. Tehát, hogy... Igen. Nagyon durva. Na, nagyon és aki mégsem lányosodott el, hanem megmaradt kőkemény férfinak, vagy normál embernek, vagy mit tudom én, az meg egyszerűen téma hiányossá vált. Tehát, nagyjából. Tehát nem lehet hozzászólni. És... Például azért nagyon durva, most én ugye fél évet húztam le, ezt tényleg így mondom, de fél évet húztam le az egyetemen, és az nagyon érdekes volt például ott, hogy amikor már tényleg nem tudják az emberek, mit akarnak, tehát amikor van a sznob, van a gazdag, van a szegény, van a szegény sznob, a gazdag sznob, a mindenki, és ugyanúgy nem tudnak egymással mit kezdeni. Tehát most van egy csoportfeladat, érted, és akkor az, hogy tényleg akkor ismerkedj meg egyikkel másikkal, és nekem nem egyszer volt az, mondjuk négy-egy csoportfeladatom volt, ebből kettő-három az így ment, hogy nem szólt hozzám a csoportás, legyen az férfi vagy nő, bejelölt Facebookon, ott beszélgettünk, és élőben nem bazd meg. Uh-huh. És így néztem, hogy mi van? És ez teljesen természetes. Hogy élőben egy sör mellett már nem lehet mindenről elbeszélgetni. Nem, bazd meg. És nem. Nem. És nekem például most a tököli fiatalok között egyébként nagyon-nagyon sok jó tapasztalatom van, mert itt különben ez még nincs. Tehát egy kicsit, hogyha az ember Budapestről lejjebb jön, itt sokkal szociálisabbak az emberek. A fiatalok is. Talán igen, tehát mondjuk Budapestnek az elidegenítő hatása. De tudod miért? Mert annyi a hulladék ember, és nem tudod máshogy mondani. Nem tudod máshogy igen. mondani. Mert én például az, amit ugye mindenki kerülget, meg mindenki PC módon nem akar kimondani,
hogy azért, aki elkezd drogozni, az milyen mocskos módon válik például jellemtelenné, hogy megkapja a drogot és elkövet mindent. És ott nem számít se Isten, se ember, se család, se pénz, csak hogy meglegyen az anyag. Igen. Érted? És én ezt kurvára nem tudom megérteni. Bár mondjuk én védett vagyok, tehát ez nagyon nagy szerencsém van szerintem. De az, hogy semmi akaraterő nem kell, hanem csak hajszolja és leszarja. Tehát azért az is kemény, hogy és egy ilyen emberrel sem beszélgetsz el. Igaz? Tehát nincs. Van egy magasabb réteg, van egy kultúráltabb réteg, akivel legalább olyan szinten, hogy feldobsz egy témát, vagy ő feldob egy témát, és körül tudjátok járni. Mert szerintem az igazi jó beszélgető partner az nem ott kezdődik, hogy mit tudom én, azt mondom neki, hogy 30-as évekbeli amerikai kultfilmek, és löki a címeket, érted? Hanem az, hogy fogalma nincs a dologról, de akkor kérdez, értelmesen meghallgat, véleményez. Igen. Érted? Igen, tehát, hogy be tudja fogadni. Mondom így, azért nagyon sok nagyvárosi, sőt, még kollégáim is vannak ilyenek, hogy egyszerűen egy beszélgetést elindítani kínszenvedés. Tehát, hogy egyszer, amikor belököd azt a nehéz vonatot, akkor már úgy nagyjából úgy van, úgy, ahogy el tudja magát helyezni térben és időben, de konkrétan az első 20 perc, úgy, hogy mondom, kollégák vagyunk, van, amikor rendesen ilyen, mint amikor a Leonard használta a Penny Randiához a beszélgetés indító kártyákat, tudod? A téma szerint voltak szétszedve. Tehát, hogy és rendesen így ezt érezni helyenként, hogy így tudod, hogy állsz így a másik mellett, és így... Ki gondolná ezt úgy, hogy azért a mai világban végtelen mennyiségű témád lehet? Nem? Igen, igen. És figyelj, most azért én elég szűk érdekeltségű vagyok, tehát azért úgymond nagyon sok minden érdekel, de alapvetően azért gondolom magam szűk érdekeltségűnek, meg ilyen nagyon sok olyan dolog nem érdekel, ami egyébként a nagy nyilvánosságot, igen. Uh-huh. És de tudja, mi mind a ketten elég speciális érdeklődési rétegbe tartozunk gyakorlatilag. Yes. De én annak ellenére, hogy nekem nincsenek mélyebb ismereteim dolgokról, én ugyanúgy el tudok beszélgetni nagyon sok emberrel, nagyon sok mindenről, tehát ez én ezt nagyon érdekesnek tartom, pedig nem vagyok egy szociális kaszanova, de ennek ellenére azért nem nehéz, tehát azért nem olyan nehéz elindítani egy beszélgetést, hogyha valaki szeretne, és ennek ellenére nem lehet, és ez nagyon nehéz, de Messengeren, meg Instán, meg mindenhonnál könnyebb. És mi lehet a kivezető ebből a csapdából, hogy az emberek nem csak elidegenednek, hanem egyszer meg sem tudnak már szólalni, csak nyűködnek. Legalábbis nem mindenki, de egy jelentős népcsoport, jelentős tömeg. Én hát most ez nagyon hülye hangzik, hogy a 22 éves takonynak a szájából ez van, de én tényleg azt mondom egyébként, hogy az, hogy a netes kommunikáció mindenkivel az ennyire teret hódított, az alapvetően nem baj. Az alapvetően nagyon szeretem. Nem? Igen, de személyesen, tehát egyszerűen valamiért, hogyha Messengeren, és ezt most a fiatal, nagyon fiatal, 12-13 éves korosztálynál lehet megnézni, hogy ők, nekik ugye már van Facebook, van Insta, van Snapchat, van Viber, TikTok, minden, és egyszerűen ők ott élnek, küldözgetik egymásnak a cuccot, utána leülnek egymás mellé, és így néznek. És önmagában mondom, ez nem lenne probléma, hogy valaki ezeket a dolgokat használja, én is használom őket nap, mint nap, de valamiért, hogyha ezen szocializálódsz, és ezen nősz föl, akkor nem fogsz tudni élőben kommunikálni. Meg azért én azt teszem észre, bár nem értem, tehát a pici agyammal fel nem fogom, hogy elmentünk egy olyan irányba, és... Nem tudom egyszer jól kifejezni, tehát csak csúnyán tudom mondani, hogy van, mit tudom én, ilyen alkalmazásokból, ilyen üzenő alkalmazásokból mondjuk 5, amit használsz, hogy általában, tök mindegy, és ez az 5, ez nem szól másról, csak arról, hogy mindegyikre ugyanazokat a selfiket lövöd ki.
vagy szakképeket. Érted? Tehát igazából mindegy, hogy mi az, te képmegosztó alkalmazásnak a napodban, a történetedben csücsörítesz, puszilgatsz, megosztasz egy viccet, és szóval nem történik semmi más. Tök mindegy, hogy ez hova, WhatsApp, Instagram, nem tudom, tök mindegy, te teljesen mellékes. Kidobod a izét, ha lány vagy, akkor csöcsöt, meg bemutatsz, meg izé. Persze ez még hozzájön a TikTok generáció, aki nem a jó dolgokra használja, pedig kurva jó dolgok vannak a TikTokon, tehát jó sok jó dolgot találtam. Hanem bejette inkább a baromságok. Tehát az, hogy most ha megjelenik egy ilyen duma a TikTokon, akkor legalább 40 lány csinál hozzá izét, ilyen alámondó videót, tudod. Oké, ugyanazt eltátogja arra az egy hang. Igen. Tehát körülbelül annyira egyediek, mint egy tekercs WC papír. Igen, igen. Tehát agyuk nincs a dologhoz. Ötlet nincs, az halott. Na, úgyhogy... Meg én azt hiszem észre, hogy itt az emberek konkrétan ilyen mint hogyha ilyen skizofréniás tüneteket engednének ki, hogy tehát amikor például én mondjuk, vagy ugye nálunk kezdődött ez, tehát amikor én voltam gyerek, úgy gyerek, hogy ilyen, hát tényleg ez az általános iskolás, akkor jött be az iViv, a MySpace, az MSN, a később ugye a Facebook, stb. És amikor például ott ugye, hogy megtaláltuk a barátokat, meg bejelöltük azokat, akik nem nyakra faszra. Tehát nekem az is durva volt, hogy ott nem az volt, hogy jaj, ezt a srácot, ezt látásból ismerem, bejelölöm, vagy jaj, ez a csaj, ez nekem tetszik, bejelölöm, hanem hogy így tényleg így meggondoltad, hogy mondjuk mit ott van a nem tudom, a Pistike, akivel csak 4 órán keresztül beszélgetni, annyi órátok van együtt, hogy őt bejelöljem, van annyi beszéd témánk, mert ott általában akik bejelöltél, rászoktál, vagy ráírtál andó, tudod, hogy vizu, vagy valami. És ott például, ott együtt, tehát ott te voltál a szociális térben is, meg te voltál a való világban is. Most viszont, tehát ott például, hogyha mondjuk mit tudod, feltöltöttél egy olyan képet, ahol kicsörítve pózolsz, másnap olyan lebaszást kapta az iskolában az osztálytársaid, te meg kiröhögtek, meg elmúltak veled, meg nevetségtárgya lettél, hogy vagy letörölted, vagy azt mondtad, hogy kapjátok be. Most meg így úgy van, hogy kiraksz egy csöcsös képet, azt megdicsérik a Facebookon, megdicsérik, jobb bocsánatot már nem menő, Instán, meg Snapchaten, meg nem tudom hol, megdicsérik, kiveri rá mindenki, bocsánat, elnézést a kifejezésért, majd utána az iskolába a férfi, aki kielégült a képedre, az is megszűnik lenni, meg te, aki csöcsösködtél, az is megszűnik lenni, és lesz a kisfiú, meg a kislány. Tehát, hogy így konkrétan van, hogy összeegyeztethetetlen a két személyiség, akik fönn vannak a netestérben, meg akik itt vannak a valós világban. Van, hogy tehát a hozzászólás nem olyan, mondom, a képek nem olyanok, hát hány olyan emberrel beszélget, meg hány olyan emberrel találkozol, hogy így megnézed a Facebookos képet, és így anyád, ezt te vagy. Tudod, ez természetes, hogy... Nem a retusra gondolok, hanem magára a stílusra. Igen, persze, ezt akarom mondani. Igen, hogy teljesen más. És azt azért elmondhatjuk, hogy vagy rafinált üzletember vagy egy geci nagy lúzer, hogyha ezeket az önátveréseket használod. Igen. Ugye? Igen. Na mindegy, hát az a baj, hogy én arra a következtetésre jutottam, illetve ez nem baj, csak egyszerű, szomorú tény, hogy én arra a következtetésre jutottam, tisztelt Levente úr, hogy a megoldás ennek a problémának önkritika, önismeret, önfejlődés. Márhogy főleg a beszélgetni nem tudó emberek és fiatalok részéről. Túlmutat ez rajtunk meg ezen a beszélgetésen, ugye? Sokkal. Úgy. Igen, mert a szülők felelősségét azt már nem is firtatom. Mert hogyha ott nem indul el valami, ott nem indul a gyereknek a művelése, a rákényszerítése egy bizonyos minőségi életre és gondolkodásra, akkor csúnyán megette a fene az egészet. De az, hogy gyerek önszántából legyen önképző, az nagyon nehéz. Igen, tehát azért alapvetően az is brutális, hogy vannak megint ezek a kulturális maszlagok, hogy
Ha a tanár bácsi most is rácsapatna a vonalzóval a tenyeredre, akkor mennyivel jobb gyerek lennél, meg hogyha lenne sorkatonaság, mennyire jó lenni. Nem feltétlenül értek én ezekkel egyet, de... A sorkatonaság, várjál, tehát a sorkatonaság, ha most levesszük azt, hogy ha mondjuk a szocializmus idejében még milyen mocskos nagy szivatások voltak, tehát amikor az emberi értékrendet meg jogot nem vették figyelembe, amúgy a szivatás csak azért történik mondjuk egy légióban, vagy egy, tehát bármilyen más kemény katonai helyen, nem azért történik a szivatás, hogy öncélú, hanem azért, hogy amikor, tehát nagy leegyszerűsítve, amikor harci helyzet van, és kiadják a parancsot, akkor azt a gép módjára gondolkodás nélkül teljesít. De nem azért teljesít gép módjára, mert egy csicska vagy egy harci robot, akit beleküldenek a géppuskatűzbe, hanem nincs idő arra, hogy te minden parancsot megkérdőjelezz, és elmagyarázzák, és megértsed, és felsőbb indokok, és akkor érted? Nem, csináld. Jó, csak Bandi, érted, azért én azért mondom, nem tudok így nyilatkozni, hogy várj, hadd mondjam végig. És a buta magyar, tehát a buta szocialista magyar, az már nem vette át ennek a harci értékét, hanem csak kicsit szivatta a kis katonát. Érted? Tehát ott bántották egymást az emberek. Egyszerűen, hogy persze, ilyen... megmondom, én nagyon sok haterral egy... Várjál, befejezem. És akkor annyi, hogy a sorkatonaságnak ebben a szempontból nem lenne érte. Én is voltam katona, pontosan tudom, hogy amikor látod azt a sok értelmetlenséget, a fölöslegességét annak az intézménynek, hogy én egy évet voltam, hogy az egy évig végig unatkozol, ahelyett, hogy dolgoznál, csajoznál, élnéd a fiatal életedet, úgy nem. De mondjuk egy három hónapos, kemény kiképzés, ahol megismered a világ fegyvereinek felét, meg robbantasz, meg lősz, meg gránátot dobsz, aknát telepítesz, harckocsit vezetsz, érted? Hát bassz, az egy... Ezeknek lenne értelme, igaz, csak én meg egy csomó szó, tehát az esetek 100%-ával azt hallottam vissza, hogy jó volt, mert főmostunk, és mindig az jött vissza, hogy elmentek pajkaszegre kommandózni, érted? Igen, tehát igen. Nekem egyszerűen például az ilyen dolgok, figyelj, Levi, azt mondom... Levi, várjál. Őriztünk lőszerraktárt, ami azt jelenti, hogy lőszer és robbanószer hegyekben állt. Tudod, hogy a már mennyi kén, nem akarok hülyeséget mondani, másfél hónapos alapkiképzésen hány lőszert lőttem el az AMMS gépkarabélyomból, a 30-as tár, ami belemegy, ugye, és három tár van nálad harci helyzetben, 5. Tehát 150 lőszert lehet nálad összesen. Kérlek szépen, 18 lőszert lőttünk el az alapkiképzésen. Érted? Tehát, hogy mondjam, elbaromkodták, ellustálkodták, elfontoskodták, minden másról szólt az alapkiképzés, csak arról nem, hogy legyél katona. Megértem a ruhahajtogatás részét, megértem a takarítás, a koránkelés részét, az éjszakai őrs, mindent megértek. Csak azt nem, hogy minden másra volt eszük, csak arra nem, hogy a harcot arra odafigyeljenek, hogy ha egyszer berohannak a pirézek és megtámadnak bennünket, akkor mit csináljunk? Tehát kicsit el lett ez bagatellizálva. Na mindegy, de igen, egy jó sorkatonaság az nagyon sokat lendítene az embereken. Érted? Tehát az amikor a visszatérsz 3 hónap múlva úgy, hogy minden nap harci helyzetben voltál, közel harcot tanultál, robbantottál, pisztollyal lőttél, gépkarabéllyal lőttél, nehogy isten sniperkedtél egy dragunovval. Az biztos, hogy te 90 nap után más férfiként bennél haza, akár 18-19 évesen is, érted? Igen. Tehát az abszolút. Én ezekre nem mondom, hogy értelmetlen, mert én például a tűzősporton keresztül tanultam, hogy nagyon sok minden. Sajnos Levi, rossz hírem van, baltát nem használ a magyar hadsereg. Akkor veszed fejszennyele. Csak ilyen unalmas dolgokat. Tank. Nem, hát ezekkel alapvetően nekem nincs problémám, csak mondom azt, hogy tényleg, amikor már értelmetlenül vannak ezek a dolgok. Na mindegy, tehát, hogy csak azt akartam erre mondani, hogy mindig vannak ezek a 40-50-60 éves korosztály, aki mindig elmondja, hogy mennyire jó volt, amikor ők sorkatonák voltak, és soha nem lesz olyan jó, és úristen. És én ezt azt gondolom, hogy alapvetően túlzás. Volt egy közösségépítő ereje.
Volt, de nem azt mondom, tehát enged, hogy végigmondjam. Alapvetően azt gondolom, hogy túlzás, viszont néhány gyerek, tehát hogy ha meg a másik oldalt nézzük meg, hogy 7, 8, 9, akár 10 évesen, vagy akár már 6 évesen, mennyire tiszteletlenül és pofátlanul és undorító gennyes tetvedék módon tudnak beszélni. Hát igen. Tehát, hogy egyszerűen az a minimális tisztelet, az a valami, hogy ő még tojásos segű senki gyakorlatilag, ő ezt nem érzi. Nem is kell érezze, gyerek, igen, tegerjünk. Katonaság ennyi, hogy te ellenállsz, visszapofázol, stb. Akkor nem az, hogy A, kapsz két pofont, B, fogdára zárnak, hanem C, hadbíróság. És börtönbüntetéssel kezded az életedet. De most nem az van, de most nem az van, hogy csináld meg, nem csinálom meg, és akkor miért nem csináld meg, mert nem szeretném, hanem csináld meg, menj a foszba. Igen, igen, igen. Tehát most ez van. És egyre durvábban, és gyakorlatilag valahogy a szülőknek már nincs befolyása a gyerekre. Uh-huh. Mert a gyerek az így teljesen így a szülő fejére nőtt, már 10 évesen, érted? Tehát így nyomkodja a telót, így ül a izébe, és sem gyere, menj aludni. Adja a gecibe. És ez egy teljesen normális dolog, érted? Uh-huh. És ezt a szülő adja. És nem a gyerek a hibás, mert a gyerek 2 vagy 6 évesen nem tudja, hogy magát hogy kell nevelni, vagy hogy ő rosszul viselkedik, hiszen uh-huh. hogyha ő így viselkedik a családdal, a szülőkkel, és egy szülő nem szól rá, akkor nyilvánvalóan azt gondolja, hogy ezzel a viselkedéssel nincsen probléma. Uh-huh. Hogyha kapna egy írtatlan nagy pofont, és lennének szankciók, akkor tudná, hogy nem így kell viselkedni, és ez nem hülyeség. Uh-huh. Tehát alapvetően azt gondolom, ez nem hülyeség, amikor te mondjuk küzdősportolsz, és el vagy, akkor is a pofonokat kapsz. Na az viszont a másik azért, hogy a kommunikációs problémán és a viselkedési problémán egyaránt a sport nagyon sokat tud segíteni, ugye? Az rettenetesen. Tehát például a küzdősport. Például elmondok most egy szörnyű családi titkot, hogy vannak olyan családtagjaim, akik például, amikor úgy nem tudnak a kisgyerekkel foglalkozni, mert nem tudnak, mert azért a mai világban mondjuk, hogy 400 órát kell dolgoznod, és tenned venned naponta, akkor ugye benyomja a tévét, kezébe adja a tabletet, azt foglald el magad. Tehát igen. Mondjuk úgy valamilyen szinten tehermentesíti magát. Hogy jó vagy nem jó, ezt most ne vitassuk meg. És ugyanilyen szülő tehermentesítés lehet, főleg egy kamasznál, aki már úgy önálló létezésre és közlekedésre képes, hogy elzavarod a picsába valamilyen sportra heti 5-ször. Takarodj el, kézilabdázni, karatézni, nem tudom, amit akarsz, mert ez igazán nem pénzkérdés szerintem, ha csak nem kell, nem a izé van ez a, hogy hívják ezt, mama vonat, vagy milyennek, mama taxi, ez az. Tudod, hogy gyereket hozni, vinni kell. Nem hiszem, hogy ez izé, tehát ugye most azért nem, úgyhogy ha mondjuk a mama taxi van, és akkor 7 személyes X5-ös kell, mert különben a gyerek nem tudod találni, meg visszaérni, mert hülye. Nem, hát én azt hallgatom, Bandi, most bocs, hogy izé, de én azt hallgatom egy csomó embertől, hogy mondjuk el akarnak menni konditerembe, és akkor miért nem mész konditerembe, ha meg kibaszottul drága, mert 10 000 forint egy hónapban a bér. És persze, én ezt aláírom, hogy 10 000 forint, uh-huh. én ezt aláírom, hogy 10 000 forint, de akkor egy kicsit az az illető, aki ezt így mondja, az nyilván viszont a kivételek, vannak kivételek. Nem azt mondom, hogy a cigit, hanem nézze meg, hogy mikre költek. Mondjuk az a, mondjuk, hogyha tegyük fel -2 péksüti reggel, uh-huh. mondjuk, és akkor hoppla, ott vagyunk, hogy -14 000 forint egy hónapban. Vagy ha nem is pont a péksütit, mert enni kell, azért az eléggé. Nem azt mondom, de egy csomó olyan dolog van, vagy mondjuk hopp, leugrok a büfébe, 2-vel több kávé. Most nem azt mondom, hogy mindent meg kell vonni magának az emberek, hanem hogy olyan apró, cseprő, semmit nem jelentő dolgok vannak, amik olyan brutál költségek a hónap végén, tehát 10-20 000-es dolog mondjuk az, hogyha te egy kávéval többet iszol egy nap. Most gondolj csak bele abba, hogy 350 vagy 400 forint egy kávé, és te mondjuk megiszol 4-et egy nap a munkahelyen, mert unatkozol, meginnál csak 3-at, akkor az már 2000 forinttal kevesebb lenne. Vagy 8000 forinttal kevesebb lenne, hogyha 400 forinttal számolunk. Egy kávé! Érted? Uh-huh. 8000 forint mínusz, ott a bérlet. Napi egy kávéval kevesebb. Abban nagyon bízom, hogy az emberek meg tudják ezt engedni maguknak, ha akarják. Tehát én azért, hogy azért elgondolkodom rajta, hogy úgy is költesz valamilyen hobbira, mert tudod, ezek a sok ilyen hobbista van, akik jaj, hát én nem tudok, de tényleg az, hogy hétvégi buli 30 ezer, az belefér, de valami más, meg kamu nem fér bele. Érted, mit akarok mondani? Uh-huh.
Vagy, ó, hát akkor barátom, te egyszerűen nem akarod, aztán maradjunk ennyire. Nem? Persze, hát igen, igen. Uh-huh. Nagyon sok olyan dolog van, tehát én az észreveszem, hogy nagyon sok mindenre tölt mindig az ember, és most gondolod, amikor mondjuk bemész egy izébe, hányszor van ez, hogy még bemész egy bevásárlóközpontba, és megvan, mit kell vegyél. Jó. És mindig sokkal több mindent fogsz venni onnan, mint ami egyébként kellene, mert ezt, jaj, ezt megkóstolom, jaj, ezt így, jaj, ezt úgy. Ezzel nincsen probléma, tehát tök jó, hogyha ez így működik, és ezt az ember meg tudja tenni anyagilag, csak akkor ne sírjunk a 10.000 forintos bérlet miatt, amikor gond nélkül adsz 4-5.000 forintot többet egy átlag vásárlásnál. Hát képzeld el, én az ADHD miatt mi az, amit azonnal megveszek, gondolkodás nélkül? Rauszer. Hülye. De ezt nem vertek minden nap. Sajnos. RF 2470. Energiaital. Úristen. Ja. Én végig képes vagyok egy ilyen pláza soron úgy végigmenni, hogy minden egyes büféjében veszek egyet. Tehát, hogy mire elérek a folyosó végére, ittam 4-5-öt. Kemény, mi? Tudom. Hát én a gyömbéres iszkivel vagyok, így amúgy. Na, ezt majd egyszer kitárgyaljuk. Na, messze jutottunk a beszélgetési képtelenségből, úgy érzem. De látod, milyen jól beszélgettünk? Nos, nem csak azért, mert ismerjük egymást. Meg tudni, hogy... Bár mondjuk az én életemben az egyik ilyen visszatartó erő, amire a megoldást azért majd várom még az emberiségtől, hogy tudod, mi az, ami nekem a beszélgetést leginkább megakasztja. Na. Amikor van valamiről egy véleményem, vagy, de nem úgy, hogy most ilyen megrögzött és verem a tantamat, hanem csak úgy gondolok valamiről valamit. Érted? És én ezt kimondom, és akkor az, aki nem úgy gondolja, vagy többet tudja, vagy a fene tudja, az megvetően rám néz, gondolatban köp egyet, és onnan tudom, hogy egy életre szarember vagyok neki. Volt, én nem akartam ártani, csak A, nem volt fogalmam, B, más a véleményem, C, csak próbáltam beszélgetést indítani. Érted? Jó, de ez most tipikusan olyan, mint amikor mondjuk azt mondod, hogy most például itt vannak a kocsik, ugye, jaj, tehát vannak a... óvatosan indulok neki. Ne, a kocsikban nem menj bele, mert az a következő podcastünk lesz. Az csak úgy... Picit hadd súroljam már csak a tetejét. Jó. Most már. Hát ugye vannak, akik a németet szeretik, vannak, akik a japánt, vannak, akik a franciára esküsznek, vannak, akik csak amerikait vásárolnak. Franciára én is esküszöm, vannak, igen. Aki... Micsoda? Semmi, mondom, franciára én is esküszöm. Ja, igen, és ugye vannak, ezért nem vagyunk teljesen jóba. És itt a szintről erről beszéltünk. Vannak mondjuk az olaszok. És mondjuk így le van osztva így nagyjából, és egyszerűen például vannak nekem is ismerőseim, akikkel nem lehet beszélgetni, mert megrögzötten mondják, hogy én például ugye a japán autókat preferálom. Uh-huh. Tehát semmi másról nincs szó, én őket használtam többet, az én tapasztalataim szerint nekem azok jobban bejöttek, ennyi. És mondjuk én például nem tudok ezzel az adott ismerőssel elbeszélgetni, mert ő német autópárti, neki 3+1 német márka létezik, és gyakorlatilag ő megrögzötten mondja, hogy a japánok nem tudnak autót gyártani. Uh-huh. És nem tudunk erről vele beszélgetni. És ennyi. És nem tudok nyitni felé, ő nem nyit egyáltalán felém, és így megvan vágva az egész beszélgetés, mert akárhányszor ezt beszélgetjük, vagy az új Mercedesről, vagy az új BMW-ről, vagy a esetleg, ne adj Isten, tényleg már csak, hogyha kifogyott a beszédtéma, Volkswagenről beszélgetünk. És így. Mm-hmm. Hát, hogy lehet az emberekről beszélgetni, csak te nem akarsz velük. Igen, igen, ez nehéz. Jó, vanna, nem is kell mindenkit szeretni. Hát remélem, hogyha nem is jutottunk konszenzusra ebben a beszélgetésben, de azért adtunk valami kapaszkodót, ötletet, stb. Mert hát nehéz ebben végül is szerintem bármi újat, okosat kitalálni. Mi csak felvetettük, igazából a problémát nem oldjuk meg, ugye? Igen. Úgyhogy a többi az tőletek függ. Na,
Köszönöm, Levente. Ezt még folytatjuk. Köszönjük, hogy itt voltatok, srácok. Csövesz, csöpacsi. Sziasztok.